Ő a jövő csomagszállítója. Kívülről úgy néz ki, mint egy kerekeken guruló doboz. De belül mesterséges intelligenciát és csúcstechnológiát rejt. Ez a szinte teljesen autonóm robot nem sokára csomagokat szállít Németországban. A neve pedig Teo. Teo egy autonóm teherkerékpár és egy könnyű elektromos jármű egyben. Teljesen elektromos. Az érzékelői hasonlóak egy autonóm autójéhoz, így nagyon biztonságos. Ez az első 4-es szintű autonóm jármű, melyet a német utakon láthatunk majd. A kameráknak és az érzékelőknek köszönhetően a robot mindent lát maga körül. Felismeri az akadályokat, a gyalogosokat, még a közlekedési lámpa színeit is. Igazából már egyedül is közlekedhetne, de... Az ilyen rendszerekben még nem bízhatunk meg teljesen. Tehát van fölötte emberi intelligencia, amely segít a számítógépes intelligenciának a megfelelő visszajelzésekkel. Egy új német törvény kimondja, hogy a 4-es szintű autonómia megengedett a közlekedésben. Ez azt jelenti, hogy mindig kell lennie egy személynek, aki figyel és képes döntéseket hozni, a robotot megelőzve. Ha Teo balesetet okoz, a tulajdonos felel a kárért. Teót távirányítással működtetik. Nincs több sofőrflotta, egy alkalmazott több Teót is felügyelhet, ez pedig kétharmaddal csökkenti a költségeket. Ashwin Ramahandran fejlesztőre még sok munka vár. Most finomítja a prototípust, ami nem egyszerű feladat. Minden pillanat kihívás, de nem számít, mert ez a szenvedélyem. Ha valami nem nehéz, akkor az nem is okoz örömet. Egy nagy dobozba csomagolva a prototípust néhány hete Olaszországba vitték. Ott tette meg az első kilométereit a közutakon. A gyerekek nagyon szerették. Még úgy is, hogy a félautonóm jármű rendőri felvezetést kapott. Jövőre komolyra fordul a dolog. Teo már kísérő nélkül mehet.